És ez olyan, hogy úgy futkos a hátadon a hideg. Hát most olyanokat kérdezel, hogy hol filmeztünk, vagy mi az a filmezés. Hát nevetséges dolog. Tényleg azt gondolom, hogy olyan jelentéktelen, hogyha ehhez a dologhoz oda, ha ahhoz hasonlítom, hogy volt, hogy itt volt a Laci, ismertük, szerettük, és valahogy azt hittük, hogy mindig ott lesz. Tudod? És valahogy azt hittem, hogy hát semmi, hát fölhívom, és menni, és ezt most nem tudom fölhívni. És ezért ez elég szörnyű. És nem tudom magamat túltenni rajta, szóval hiába. És amikor a Narancs címoldalat megláttam, szerintem teljesen logikus, hogy nekem minden lépése és minden akciója, és ezt nagyon örülök, hogy ezt a szót tulajdonképpen egy érzékenységről szólt. Arról szólt nekem, hogy itt van a világ, ő arra reagál, és természetesen nem fogadja el olyannak, amilyen. És hogyha azt veszed, akkor ez már elég alap arra, hogy bárkivel együtt dolgozzál. Mert ha van érzékenysége, ha lát, van két szeme, és látja, hogy egyáltalán milyenek a viszonyok az emberek között, akkor onnantól kezdve már megy. És nem kell neked, elmagyaráznunk valamit, mert érti. Mert valahogy mindannyian ugyanabból a dologból jöttünk föl. Mert önállom elég volt 6 évvel, de ugyanúgy dohányzott, ivott, mindent megtett, érte az életét. Jól, szépen. Teljesen logikus. Tehát annyira logikus, hogy az ember, aki ilyen ember, előbb-utóbb mindig minden körülmények között politizál, még akkor is, ha azt mondja, hogy az a politika, amit politizálunk, de végső soron az is egyfajta politika. Tehát, hogyha azt mondod, hogy igen, kivilágunk, leszakadunk, nem fogadunk el struktúrákat, nem kötünk kompromisszumokat, megpróbálunk valamit tisztán és világosan megfogalmazni, akkor ebben minden, szóval a rajputiktól kezdve egy logikus, nagyon szépen és tisztán felépített élet. És ebből is persze, hát aktív, tényleg akcionista volt, aki az első találkozásom az első ilyen művével a Sziget-Szent Miklóson volt, hogy csináltak egy kocsmát. És ez a kocsma a munka tett nevet viselte, és hát egészen fantasztikus volt. Én elnéztem azt, hogy ugye ezek a helyi traktorosok beszédelektek, és ezeken a vas székeken, amit de facto fölnyásolták őket, és azon, tudod, ez az orosz konstruktivizmus, és azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, hogyha itt valaki igazi borberó, és tényleg fölnyásolja a szél. De ez volt az első munkája, amit véletlenül valamit kerestünk, valami utcaságot, valamit, és bementünk.
Mindenki gyanakodva nézte a kínálni. Szóval ez az egész dolog, érted, nekem egyben van. Most engem most arra kérsz, hogy beszéljek csak a filmet. És egyébként persze, hogy logikus, hogy ezzel találkoztunk. Persze, hogy logikus, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, mert volt bennünk valami közös. Én éreztem azt, amit ő gondolt, ő meg valószínűleg megérezte azt, amit én. Egyébként a konkrétok az egy építészeti dolog volt, hogy a londoni férfihez kellett építenünk egy tornyot. Vasból. Hát erre ki tud Magyarországon tornyot építeni. Hát, Laci. És na most az nagyon fontos, és tényleg hogy mi volt a kiinduló pontja a gondolkodásán. Mert én csak azt tudtam, hogy egy torony kell. És fogalmam nem volt, hogy milyen legyen a torony. És ő meg elkezdett ezen gondolkodni, és talált is, hozott nekem egy fényképet, egy ilyen nagyon furcsa toronyról, Komárom mellett, már roncs, ahonnan a bányákból hordták le a csillével a szemet, és a torony alá beállt a hajó, és beleöntötték a szemet a hajóba, és úgy vitték. És ezt kibányázta, de hogy honnan, azt meg nem mondta neki. És akkor ennek egy változatát építettük föl azt. Szóval, na most, ami a lényeg, hogy a valóságból indult ki. És tulajdonképpen kérdésünk mi a valóságból indult ki, mindannyian a saját szakmából is. Csak a valóságból tudunk kiindulni. Mert az van körülöttünk, és arra reagálunk. Tehát valahogy... És ezzel olyan nagyon folyékony. Egyébként amiről nem beszélünk, például, hogy nagyon jó pedagógus volt. És én tudom, mert én hívtam Szarajevóban, amikor csináltunk a filmiskolát, és jött, és aztán háromszor jött workshopot tartani. Ez egy nemzetközi iskola volt, a világ minden részéről jöttem fiatalok. És hát mindegyik tűzbe ment érte. Persze, ő elment velük a húnyba, szarba, terepszemlézni, ki, meg lefényképezték, kitalálták, hogy nézzen ki a látványvilága. Dolgozott velük. Ugyanúgy dolgozott velük, mint velem dolgozott. És ettől, ugye hát egy fiatal embernek, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy nem elméletet, nem dumát kap, nem előadást hallgat, hanem a tanár, szóval a kollégája, az idősebb kollégája, vagy a tapasztaltabb kollégája segíti a konkrét hétköznapokban. Ezért volt nagyon jó tanár, jó pedagógus, mert egy szellemiséget képviselt, egy munkamorált képviselt, és egy olyan fajta koncentrációra tanította meg a fiatalokat, amiatt én aztán már mindig visszaküldtem dolgozni. Úgyhogy ezt például egy kicsit elsikadt a könyvről. Ő nagyon sok szeretett tanítani, tényleg járt a világ. Sok mindent szeretett csinálni, és mindenre valahogy büszke is volt. És azért nagyon nehéz egy kérdésről beszélni, mert ez egy komplex
És minden, ami itt fölmerül, ez ő volt. És nem, én nem tudom leszeletelni, én nem tudom külön kezelni ezeket, mert ez egy ember. És én nekem sajnos ilyen az agyom. Csak őt látom, hallom a hangját. Örülök nektek. És ha valaki szeret valakit, akkor összeveszel vele.